világszerte közismert tény most már az, hogy a jó magyar pálinka mellett a jó magyar szalonnának sincsen párja. Na de ha én bemegyek bármelyik hipermarketnek a húspultjába, ott is rengeteg szalonnát találok, de hát nem ilyeneket, mint itt. Mi ennek a titka? Mitől másabb a ti szalonnátok? Hát a mi szalonnánk az attól másabb a hipermarketbe látott szalonnától, hogy tehát a hipermarketeknek a nagyon nagy részébe, vagy többségébe nem forgalmaznak mangalica szalonnákat. Tehát a mi szalonnánk az mangalicából készül. Na most azt tudni kell a mangalicáról, hogy a mangalica egy zsírsertés, és ennek nagyon minőségi szalonnája van, ugye nem csak szalonnája, hanem húsa is, de hogyha a szalonnát kérdezted, akkor tehát ennek nagyon finom szalonnája van. Ez a szalonna sokkal vastagabb, mint egy fehér disznó, hagyományos fehér disznó szalonnája, és sokkal ízletesebb, és sokkal puhább. Tehát a mangalica sokkal több telítetlen zsírsavat tartalmaz, mint a fehér disznó, ezáltal ez könnyebben is emészhető. Tehát akkor álljunk meg egy perc, ezek szerint akkor létezik egészséges és kevésbé egészséges szalonna is? Hát erre ne én mondjam ki, hogy igen, de ez bebizonyított tény, hogy mint ahogy említettem az előbb, hogy sokkal több a telítetlen zsírsav a mangalica, maga a mangalica sertésbe, mint a fehér sertésbe, és ezáltal ez egészségesebb, mert a szervezet könnyebben emészti meg. És ezért is egészségesebb, meg finomabb, és akkor nem beszélve az állagáról. Tehát ez egy puha, egy nagyon puha szalonnáról beszélünk, még a másik fajta sertésnél ott egy kemény szalonnáról beszélünk, tehát az élvezeti értéke az kimondottan sokkal nagyobb, mint a fehér disznó szalonnánál. Az ízeket már kóstoltam, kiválóak és nagyon finomak voltak, de hát rengetegféle szalonnát láttunk itt, mikor körbejártunk a birtokodon. Hát itt gyakorlatilag volt sós szalonna, fehér szalonna, füstölt szalonna, húsos szalonna, erdélyi szalonna. Mindegyiket készítitek? Igen, hát elég sokféle képpen, meg sokfajta szalonnát készítünk. Tehát itt megvan, hogy az állatnak melyik részéből mi az, ami a legoptimálisabb, legfinomabb élelmiszert lehet előállítani. Tehát itt van a sertésnek a tokájából készítjük a paprikás főtt tokaszalonnát, ezt megfőzzük különböző fűszerekkel, és akkor utána bepaprikázzuk. Tehát ebből van egy nagyon finom paprikás szalonnánk, ezt úgy hívják, hogy csécsi szalonna, akkor a hasaljából szoktak ugyanígy csinálni főtt szalonnát is, de általában mi kolozsvári szalonnára, tehát úgy bontjuk be, úgy daraboljuk föl a sertésnek az egész kabát szalonnáját, hogy meghagyjuk a középső részt, amin rajta van gyakorlatilag az oldalas, tehát az oldalasból kiszedjük a csontot, és akkor ott maradt az oldalas húsa, a dagadó húsa, a hasalja húsa, meg a szalonna. És akkor ez képzi a kolozsvári szalonnát, ami szerintem a világon nincs párja ennek a magyar ételnek, gyakorlatilag mert ételnek lehet nevezni. Ez egy nagyon finom szalonna. Ami nekem mindig feltűnik egy-egy mangalica fesztiválon, vagy egy-egy ilyen kivonulásotokkor, azért elég sűrűn, elég sok felé találkozhatunk a kövértanya, kövérfarmnak a termékeivel, hogy ilyen egészen vastag szalonnáitok vannak. Hát igen, azt tudni kell, hogy amit említettem az elején, hogy a mangalica az egy zsírsertés, tehát sokkal több zsírt tartalmaz egy állat, mint egy fehér disznó, tehát viszont kevesebb a hús benne. De ez a vastag, azért vastagabb a szalonna, mivel több van benne, ez vastagabbra is, meg genetikailag ez vastagabbra is nő. És akkor mi tudjuk úgy, meg attól is függ, hogy milyen súlyú és idős állatot vágunk. Tehát, hogyha egy másfél-két éves tiszta vérű mangalicáról beszélünk, akkor ott közel 200 kilóról kell beszélnünk. Na most egy 200 kiló állatnak a hátszalonnájánál már ott komoly, ilyen 7-8 centiket kell mérnünk. Tehát. Na, akkor odáig eljutottunk, hogy levágjuk a mangalicát, és abból azt a vastag zsírréteget kiveszitek. Na de hogy lesz ebből az a gyönyörű, szép, vastag, stabil, kemény szalonna?
Hát most ide, ennek megint van egy fortéja, tehát ez megint egy szakma. Tehát minden egy szakma gyakorlatilag, és akkor hát ebből, mint ahogy említettem az előbb, hogy a középső, tehát ezt kiformázzuk, tehát a középső részét már hosszú éves tapasztalat, meg gyakorlat van mögötte, tudjuk, hogy hol kell elvágni, és akkor melyik részéből mit tudunk készíteni. Tehát ez a nagyon vastag szalonna, a legvastagabb része ennek a gyakorlatilag ennek a kolozsvári szalonna. Tehát van valamennyi hátszalonna még, amit sószalonnának készítünk el, és akkor ezt a sószalonnát érés után meg lefüstöljük. Tehát van egy kolozsvári szalonnánk, akkor van egy füstölt szalonnánk, ebben van vékonyabb, vastagabb. A tokár nem mindig főzzük meg csécsi szalonnának, ezt is kiformázva leszoktuk füstölni. Tehát ez is egy sült kacsához, vagyis egy sült csirkéhez oda téve rá, vagy egy fasírthoz, ez nagyon föl tudja dobni annak az ételnek az ízét, és maga a tálalás is elősegíti egy ilyen szép kis szalonna csík a tányéron. Most annak ellenére, hogy ti azért hagyományos termékeket állítotok elő, és küldtetek, és készítetek a piacra, nyilvánvalóan a korral ti is haladtok. Hát annak idején még ilyen teknőbe készültek ezek a szalonnák, mondjuk ilyen teknőbe voltak lesózva, ha én azt jól tudom. Igen, hát ez a teknő, ezt nagyapámtól örököltem. Tehát ez azért van ide kiállítva, hogy régen én visszaemlékszem, egész pici gyerek voltam, akkor minden évben egyszer télen volt egy disznóvágás, és akkor ebbe a teknőbe lett megpucolva a sertésnek a gyomra, mikor kész volt a gyomor, utána ki lett mosva a teknő, és akkor gyúrták benne a kolbászt, gyúrták a hurkának a lógusokat, és akkor, amikor ez is elkészült, belettőtt a kolbász, a hurka, akkor megint ki lett mosva, tehát ez egy több funkciós edény gyakorlatilag, és akkor a legvégén ez másnap történt, kiformázták a szalonnát, amit arra szántak, hogy lesózzák, és sószalonna lesz belőle, és akkor másnap beletették ebbe a teknőbe, és akkor lesózták. És akkor ez így a teknőbe került be a spájzba, vagy a kamrába, és akkor az 2-3 hétig, vagy egy hónapig állt abba a sóba, úgyhogy bizonyos időközönként ezt átforgatták, átsózták, gyakorlatilag ebbe érett meg a szalonna. És akkor, amikor megérett a szalonna, utána meg fölakasztották vagy a padlásra, vagy a kamrába, tehát ahol találtak neki olyan hűvös helyet, ahol több hónapig el lehetett tárolni, gyakorlatilag ott egy régi időkben egy gazdának, vagyis egy egyszerű embernek egy disznóvágása volt egy évben, és akkor azt úgy kellett beosztani, hogy ez ameddig lehetett kitartson. Tehát egész évig nem tartott ki, de több hónapig ebből táplálkoztak. Tehát ezt használták föl a mindennapi főzéshez, tehát itt megfüstölték a körömtől kezdve, a faroktól kezdve, a csontokig, tehát ott nem ment kárba semmi, tehát minden el lett készítve, lefüstölve, tehát a füstelsóval tartósítottak, és akkor amíg nem volt nagyon meleg a padláson, addig ez eltartható volt. Utána sem romlottak meg ez a termékek, tehát maga a szalonna az nem tud megromlani se a füstölt köröm, se a füstölt farok, meg a füstölt hús, csak a meleg miatt elkezdett tavasodni, és akkor az élvezet értéke az nagyon romlott, és a végén már ez annyira kellemetlen ízű volt, hogy ha még mindig marad belőle, akkor az kénytelenek voltak kidobni. Na akkor most induljunk, mutassál nekem egy pár szalonnát, menjünk és kóstoljuk meg, mert azt ugye mindenki jól tudja, hogyha örökké szépek, fiatalok és egészségesek akarunk maradni, akkor... Mangalicát kell fogyasztanunk, mangalicat terméket kell fogyasztanunk. Méghozzá itt a kövér tanyán. Igen.